Beázott, veszélyessé vált, le kellett cserélni a dékáni technikumhoz tartozó egykori Berki galéria tetőszerkezetét. Felfedező múzeumi tábor címmel szervezett egyhetes napközis elfoglaltságot a Torma János Múzeum. A nagy hőséget fagyival is enyhítik a halasiak, a sok-sok újdonság mellett még mindig a klasszikus ízeket fogyasztják leginkább. Kiváló komoly zenei csemege szombat délutánra, női szerzők művei nők előadásában a múzeum nagy termében. Nem csak lovasoknak, a hétvégén nemzeti díjugrató versenyek lesznek a Hírling József Lovasparkban. A kiskunhalasi Kossuth utca egyik impozáns épülete az egykori Babó villa. Volt már itt pártház, úttörőház, Boróka civilház és Berki Violának és munkásságának emléket állító galéria is. Most a Dékáni Árpád Technikum kadét és rendész képzéséhez alakítottak ki itt tantermeket. A szakképzési törvény változása következtében az érettségi kitolódik a technikumban az ötödik év végére, ezért bennmarad egy évfolyam plusz egy évig, és ugye jönnek az új évfolyamok föl. A dékáni iskolában 4 osztálya kezdi szeptembertől a tanévet. Ez indokolja, hogy a férőhelyek bővüljenek. Sajnos máshol nem találtunk férőhelyet, ezért a várostól kértük el a Berki galéria épületét, és vagyonkezelési szerződésbe vettük. Látható az épületen, hogy elég rossz állapotban volt, amikor megkaptuk. A tető beázott, a fűtés, konvektoros fűtés volt gazdaságtalan, falak máladoztak, és ezt most igyekszünk rendbe tenni. Kicseréljük a tetőt, már a konvektorok helyén radiátorok vannak, modern gázkazán fogja biztosítani a meleget, és új falakat építünk, ami lehetővé teszi, hogy több osztály helyet kapjon az épületben. Az első felmérés során azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sok ilyen tartó gerenda, mint amit itt is látunk, így tönkrement. Ugye szerintem ez nagyon-nagyon hosszú ideje már, hogy kapta a nedvességet, és a nedvesség hatására tulajdonképpen ugye a fa így korrodált, így ment tönkre. Ugye különböző csomópontokon volt csak ilyen helyi beázás, és akkor ezáltal a fő tartók mentek úgymondva legjobban tönkre, ezért kellett tulajdonképpen ezt az egész tető szerkezetetnek a 90%-nak teljes mértékben le lesz cserélve. Tehát ez már életveszélyessé vált? Tartásilag, statikailag már teljesen szét voltak csúszva a toldások, a különböző csomóponti kötések, ezáltal ugye már nem tartott semmit, és ezáltal is volt az, hogy ezt cserélni kellett. A munkálatok több 10 millió forintba kerülnek, a szakképzési centrum saját költségvetéséből finanszírozza, amit a felnőttek oktatásából termelünk meg. Arra nagyon nagy gondot fogunk fektetni, hogy az minden további nélkül jó fogjon működni, hosszú ideig jó fogjon működni. Hát bízunk remélik 100 évet legalább, hogy kiváltalanul működik. A kiskunhalasi szakképzési centrum távlati tervei között szerepel a Dékáni Technikum főépületének korszerűsítése, felújítása is. A régi épületben is vannak még kisebb tartalékok, illetve bízunk benne, hogy annak a felújítására is hamarosan sor kerülhet, illetve lesz forrás. Terveink már vannak, a tetőteret kellene nagyon rendbe tenni, mert ott is gyakran fordul elő beázás. Felfedező múzeumi tábor címmel szervezett egyhetes napközis elfoglaltságot a Torma János Múzeum alsó tagozatos korú gyermekeknek. A sokoldalú tábor résztvevőit a Sáfrikmalom programján látogattuk meg. Mi most az első múzeumi táborban vagyunk itt a Sáfrikmalomnál, és igazi élménygyűjtésben vagyunk a héten, mert nagyon változatos programokkal készültünk az alsós gyerekek fogadására. A gyerekek a kiskunhalasi általános iskolákból érkeztek, változatos, hogy melyik iskolából. Jellemzően azt mondhatom, hogy szinte mindenhonnan érkezett gyermek, és elmondhatom, hogy vidéki kisgyermekünk is van, és nagyon elfogadó kis csapat, úgyhogy azonnal ők is be tudtak illeszkedni 17 fővel, vagyunk, és nagyon érdeklődőek, és nagyon kíváncsiak. Meddől meddig tart egy napi program, és hogy lehet színessé tenni ezt a fiatalok számára?
A táborunkról tudni kell, hogy napközis jellegű tábor, ezt így nevezik, amikor reggel 4:30-tól 5:30-ig vagyunk a gyerekekkel. A tábornak a programját azt már nagyon időbe elkezdtük szervezni, hogy igazi élményt adó legyen a diákok számára. Fő eleme a játékosság, ez nagyon fontosnak tartjuk, hiszen nyári szünet van, a gyerekeknek pihenni kell, de a játék által nem csak, hogy jól érezzük magunkat, hanem nagyon sok képességet, készséget is fejlesztünk. A múzeumi foglalkozása a fő eleme az egész hétnek. Ott változatos múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk, és azt mondhatom, hogy a gyerekek most már egész otthonosan mozognak a múzeumban a napi játékok által. Más helyszíneink is vannak, ellátogattunk például a Végkúriába, ott interaktív bábozás várta a gyerekeket, voltunk a Dottó kisvonattal Sóston, ami egy nagyon jó kis játékos hangulatot eredményezett. A tegnapi napon a Csetényi Parkban voltunk, ott élményfestéssel készültünk, hiszen a természetnél ez fantasztikusan jól tudtuk összepárosítani ezt a fajta tevékenységet. Délután pedig a Zöld Közösségért Egyesülettel volt egy ilyen természetjáró kis túránk a Csetényibe. Ma pedig kémia foglalkozáson voltunk a Sziládiban, most pedig itt vagyunk a Malomban. És hogy a táborban résztvevőket mi fogta meg, például a Sáfrik Malom látogatásnál, arra elsőként Csanádi Marci válaszolt. Megnéztünk különféle gépeket, hogy hogyan ratják le a búzát, meg a különféle kukoricát, és nagyon érdekesek voltak. És akkor egy olyan kérdés, hogy ha lesz még ilyen tábor, akkor miért jönnél el szívesen, és mit mondanál azoknak, akik nem voltak ilyen táborban, vagy miért jöjjenek el? Azért, mert nagyon jó, lehet körülnézni attól a múzeumban, van ilyen kincskeresős játék, ahol lehet pontokat szerezni, és végén összeadják, és helyezéseket kap. Marci véleménye után nézzük meg, miért választották lányok a Torma Múzeum napközis táborát. Igazából anyukám mondja az ilyen táborokat, és én mondok rá ilyen, hogy oké. És én ebben nagyon beleegyeztem, mert imádom a múzeumot, szeretek rajzolni is, meg ez a kézműves foglalkozás, a programok annyira belém kötött, hogy én nagyon szeretem az ilyeneket. Felteltem azt a kérdést, hogy mi az, ami egy múzeumban egy magadfajta fiatalt megragad? Az ilyen csodás festmények annyira, nem is tudom, hogy mondjam el, de nagyon megfog engem, hogy milyen szépen festenek a festőművészek. Nekem ez nagyon tetszik. Viki, te miért érkeztél? Honnan tudtál erről a táborról? Hát azért, mert anyukám mondta, hogy lesz majd ilyen múzeumos tábor, és mondtam, hogy én szeretnék menni, és jó. Nekem minden tetszett, azért, mert minden annyira jó volt. Na miért van két ajtaja ennek a malomnak? Kiskunhalas turisztikai értékeit más települések is szívesen vonják be nyári táborozásaikba. A Malomba ott jártunkkor egy másik tábor résztvevői érkeztek. A Bócsai Boróka könyvtár nyári tábora, ezek ilyen 6-tól 11 éves korú gyerekek, így néhány fiatal segítővel, és a mai nap a kiskunhalasi nap. Kezdtük a Torma Múzeumban, ott rengeteg vetélkedőt csináltunk nekik, több szinten festményekből, néprajzból. Ebéd után pedig ide jöttünk a Malomba, ahol két csoportban egyrészt megfejtjük a szólásmondások kvízkérdést, a másik pedig a Malom titkait fejtjük meg. Hát elég aktívak a gyerekek, mert tanyasiak, tehát mindenkinek van valami állattartási, termelési tapasztalata. Mi az, ami igazán leköti ezt a korosztályt egy ilyen táborban? Mindenképpen érdekesnek kell lennünk, és mindenből keveset kell adnunk. Tehát el lehet adni egy 8 évesnek egy festményt körülbelül 5 percig. Ha ott megkeresi a festmény tulajdonságait, mondjuk a múzeumban, akkor az neki elég is. Utána kirakja a puzzle-ba, az is elég neki. De végül is ma 2 órán keresztül foglalkoztunk múzeumi kultúrával. Itt a Malomba is, hát valaki fél a magasba, valakit nem érdekel a malomkő, valakit érdekel a malomkő, valakit a homokozó érdekel, valaki pedig egyszerűen örül annak, hogy a többiekkel mindenféle poénokat beszól mindennel kapcsolatban. Ezek tanyasiak és nagyon jó fejek. Így zenélnek ők, a nők.
Ez a címe annak a koncertnek, amit szombaton délután rendeznek a Torma János Múzeumban. A program keretében három hölgy áll közönség elé, a publikum pedig általuk ismerkedhet meg a 19. és 20. századi női zeneszerzők legkiemelkedőbb alkotásaival. A helyfoglalás részleteiről a múzeumban lehet érdeklődni. Szombat délután 5 órakor a Torma János Múzeumban várunk mindenkit szeretettel. Így zenélnek ők a nők címmel egy előadással egybekötött koncertre, ahol 19. és 20. századi női zeneszerzők dalait fogom énekelni. Dallos Erika fog kísérni, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazenei tanszékének a vezetője, és egy nagyon kedves volt osztálytársam, Patocskai Katalin fog narrálni, aki drámapedagógus és színészként is aktív. Az est különlegessége az, hogy a szövegek és a dalok azok szorosan összefonódnak az egész estnek, amellett, hogy nagyon ritkán hallott zenéket viszünk a közönség elé. Olyan szövegeket lehet hallani, amik mesélnek nekünk arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe az 1800-as, 1900-as években a nők szakmájukat tekintve, társadalmi elvárásokat tekintve, hogyan voltak anyák, hogyan próbálták a szakmájukba érvényesülni, és hogyan kellett megküzdeniük egy olyan világban, ami igencsak férfiak által dominált volt, és hogy milyen sikereket értek el. Hallhatunk Clara Schumann levelezéséből részleteket, hallhatunk amerikai zenét, hallhatunk skandináv zenét is, amit itthon Magyarországon ritkán. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy igen különleges programmal készültünk, és nagyon remélem, hogy mindenki, aki eljön, az fog találni magának olyat, ami a szívéhez közel áll, meglepődik rajta, vagy éppen megérinti. Egy zöld alma, egy citrom. A nyári hónapokban sokan döntenek úgy, hogy egy-két gombóc fagylalttal hűsítik le magukat a forróságban. A trendek ezen a téren is folyamatosan változnak, a vállalkozók pedig igyekeznek lépést tartani az elvárásokkal. Nagy melegben sem akarnak eljönni fagyizni, az emberek inkább próbálnak hűvöst keresni, vagy bármi olyan megoldást, ahol kicsit hűvösebb levegőt találnak maguknak. Még mindig a klasszikus ízek, a csoki, a vanília, puncs, a citrom és az eper, ami teret hódít, de egy-két ember már keresi az újabb ízeket, az újdonságokat, amiket már a média vagy bármi felületen ő lát, hall. Gyümölcsök közül szerintem a mangó az, ami az sláger is volt, de az marad is, meg érdekes is, és egy ilyen kellemes íz, ami tényleg egy igazi jó nyári íz, azt szerintem az emberek 90%-a keresi, viszi. Ezen kívül ez az új fagylalt, ami például az év fagylaltja volt, ez a tökmak szorbé pirosbogyós gyümölcsökkel, ez is egy nagyon kellemes, nagyon finom fagylalt, és most már elég sokan keresik, mivel ezt is sokan látták a médiában, tévében, interneten, Facebookon, bárhol. Sokan vannak, akik rendszeresen felkeresik a cukrászdákat egy-egy finom fagylaltért. Azért hetente egyszer eljövünk a két gyerekkel nyáron, mert azért ennyi kell. Kell egy kis hűsítő, el voltunk egy kicsit focizni, kicsit mozogni, mivel ugye sajnos mozgás-látás sérült, és akkor ez az ígéret neki, hogy most fagyi hónap lesz, Csaba nap, úgyhogy mindjárt akkor névnapjára egy nagy fagyizás is lesz. Vanília csoki. Ez a kettő, ez őneki a csoki, nekem a csoki vanília. Mint a legtöbb élelmiszernél, úgy a fagylaltoknál is egyre inkább felmerül az igény a különböző mentes verziókra. Mentes fagylaltok népszerűek, nagyon sokan keresik, de még mindig a hagyományos cukorral készült fagylaltok azok, amik nagyobb teret hódítanak, tehát 90%-ban még mindig azokat keresik az emberek. Egy picit átalakulás látható, mert nem a töltsér, nem a kehely, hanem a sétálókehely, ami papírból van, el tudja vinni magával, ugyanúgy meg tudja enni belőle egy kis kanállal, és talán ez most egy picit jobban előtérbe helyeződik, mint a hagyományos töltsér. Egy melbát szeretnénk kérni. Ebben a cukrászdában is sokan kóstolják meg a klasszikus, vagy éppen az új modern ízeket. Kicsik-nagyok egyaránt kedvelik a fagylaltokat. Az egyik barátommal jöttünk fagyizni.
Milyen fagyit választottál? Hogy ízlik? Egy dolce latte és egy görög dinnyét választottam. Mitől igazán jó egy fagyi így a kánikulában? Hát szerintem attól jó, hogy, hogy jó íze legyen, olyan hűsítő íze legyen, és hogy ízlen, az a lényeg. Te miért választottál? Én egy sárkánygyümölcsöt és egy citrusos limoncellót. Voltak olyan gyerekek, akik ma jutalomfagyizáson vehettek részt. Ezen a héten mi logopédusok nyári intenzív hetet tartottunk, logopédiai hetet tartottunk, ahol a gyerekeknek a nagy mozgását fejlesztettük, finom mozgását fejlesztettük, nyelvi képességeiket fejlesztettük, illetve a részképességeiket, és ez a mai nap, ez a pénteki nap, a befejező nap, ahol már jutalomként eljöttünk fagyizni a gyerekekkel. Nagyon örültek, nagyon várták már, igaz meglepetésnek szántuk, de ez ma reggel kiderült, és akkor ez volt. Örülnek a gyerekek, boldogan nyalják a fagyit. Mától háromnapos nemzeti díjugrató versenyhelyszín a Hírling József Lovaspark. A három nap során 38 versenyszámot rendeznek, a szervezők a füves és a filces pályán is lehetőséget biztosítanak a lovasoknak. A legmagasabb 135 cm-es akadályokkal tűzdelt körre az utolsó versenynapon vasárnap 4:30-kor kerül sor. A lovasparkban reggeltől estig láthatók a versenyszámok, a bázisra ingyenes a belépés. Az idén még két kiemelt díjugrató sportrendezvény lesz, a csempionátus első forduló és a különböző kategóriás országos bajnoki döntők, ezért sokan választották Kiskunhalast a most hétvégi hazai versenyek közül. A versenyszámok tehát reggel 8 órakor a 4 évszakos pályán kezdődnek, délután a füves pályán lépnek színre a lovasok. Ez a menetrend minden versenynapra igaz. A hétvégén várják a közönséget a szervezők a lovasparkban.